Na csaosztok, sziasztok, jó reggelt! Ma már voltam edzeni, szerintetek ma reggel kondi volt, vagy box? Így van a megfejtés, a jóga. A gyerekek nagyon jó volt, de direkt az edzésből is vettem fel kis részleteket, hogy lássátok, hogy pontosan mi történik. Nagyon kemény volt. Én nem átkozok senkit, de ugye a jóisten mindent lát. Ezt mondom a Zolinak, Gusztinak, Musimbének, illetve a Ricsinek, hogy ezért még úgyis kapni fogtok. Egyébként az elején jó volt, de egyszerűbb, hogyha megmutatom nektek. Két hajlás! Gyors, 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 gyors! Megütöd már, megy is! Fordulsz meg, jössz vissza! Két hajlás oda, ez az! Gyors legyen! Na, itt még nem voltak problémák. Amikor ott vagy, akkor belevasszok keményen! Gyorsabban, erősebb! Nagy horgot, Laci, gyerünk erősen! Gyerünk, Zoli! Azaz, azaz! Itt azért már kezdtem fáradni, meg ez tényleg ez, hogy gumikot tényleg húznak vissza, és úgy kell... Fú, az kemény volt. De még ez sem minden. Hey, Zoli! Azaz! Úgy van a másik is, igen. Úgy van, szép a test. Gyerünk, Laci, megy, megy, megy a bal! Tedd, de üssél vissza, ne meg! Az a gyorsan! Üssél horgokat, üssél már, Laci! Azaz, ott van! Ott van, igen, jó volt! Még tovább! Na most mentségemre szóljon, hogy 70-80 kilós színizom emberekről van szó, én meg 120 vagyok, tiszta zsír, kondi, nincs ez, már ez a 7.-8. menet volt. De mindegy, mert úgyis le fogok fogyni, szétbombázlak titeket. Csak mosszolok, fiúk, úgyhogy készüljetek fel a legrosszabbra. Most itt vagyunk a Kompótnál, Duma Színház mellett. Jöttünk próbára, mert készülünk Denisszel a közös estünkre, amit majd augusztusban láthatunk, de bejöhettek velem oda is. Menjünk is. De nyugodtan jövök ember a Kompóthoz, aztán csak annyit látok. Oda nézzetek a csoki banán, oda néz, hogy betöltődik. Csávó még életében nem evett. Szerintem be kell mennem meglátogatni a testvéremet. Az, hogy éhen kórász, vizambébe ilyet biztos nem ettek. Azt te minek eszed? Jó van, menjünk be hozzá, aztán már próbáljunk, elveszem tőle a halózás, mert már sok lesz. De csúnya ez a gyerek, jó Isten az. Valaki állandóan dolgozik. Így néz ki egyébként a Kompót. Itt is felszoktunk lépni, ez a kisebb helység. Megköszönés, Rózt Felkó. Na kezdjük. Nagyban megy a reggelés, de néha kell egy kis szünet. Egy jó fekát mi is megnézzük egyébként. Na, újra itt, vagyis már kocsiban. Végeztünk a próbával. Többet nem akartam a próbából megmutatni, mert hát nem akarom lelődni, hogy mégis mi lesz az estünkön. Mondjuk a címét azt elmondhatom, az lesz a cím, hogy békével jöttünk, vagyis eddig nagyon úgy néz ki, hogy ez lesz. Jó volt, haladtunk sokat, nagyon jó est lesz. Rólunk fog szólni, Denisszel, meg hát arra, hogy mi milyenek is vagyunk, úgyhogy aki szeret minket, az nem fog csalódni. Visszatérve a boxra, meg arra, hogy egy kicsit most kaptam, emberek, nagyon boldog vagyok egyébként, olyan jól érzem magam a bőrömbe. Tegnap a Denisszel volt egy depressziós napom, mert ezzel nyugtatom magam, hogy amikor én befordulok, Denisszel ma olyan jóban vagyunk, hogy ő ugyanabban van, mint én, tényleg, mint az ikertestvérem lenne, csak hát én jobb képű vagyok, de nem ez a lényeg. Meg is mutatom nektek, hogy Denis mit posztolt. Na, szóval ilyen állapotban voltunk tegnap, most meg kicsattanunk, jókedv van, napsütés, de viszont ezt nem hagyhatom ennyibe, hogy ezek így szétkalapáltak engem, úgyhogy egy barátom hívott, azt mondja, hogy van valamilyen számomra. Remélem, ami boxert vagy vipperáltat, hogy ezeket a vadállatokat le tudjam ütni úgy normálisan. Úgyhogy most oda megyünk, aztán meglátjuk, hogy mit kap a bátyja Ajcsiba. Csókollak. Na, meg is érkeztem, itt vagyok a Kerepesi út 42-be, ebbe a Dretz Nutrionba, vagy miben, falusiasan, itt a Burger King mellett, itt a Sharknál kell bejönni.
Peti barátomnak a boltja, testvérem. Nem csak azért mondom, mert állítólag kapok valamit. De ha rossz cuccot ad, vagy valami, akkor tudjátok, hol a bolt, nyugodtan gyertek, dobáljátok meg. Dika ruhák. Az, hogy József városi. Felejtsd el. Jó napot! Hogy vannak az urak? Nem baj, hogy kamerázok, gondolom, nem tűnt fel nektek. Három sajburgert kérnék, hogyha lehetséges. Na mi újság, mit raktatok nekem össze? Összeraktam neked, van egy ilyen fehérjét, ezt edzés után, de le fogom neked egyébként írni részletesen. Egy vitaminod, egy ilyen ízesített aminósavat, ezt edzés közben kortyolgasd, egy sékered, zsírégető. Mutatja a zsírégető tesztot. Egyébként Balázs nem ismerjük egymást, ő nála a versenyző. Szia, Lakatos László. Akkor te gyúrsz, nem? Valamit. Fiasen erre készült, aztán pont teszedem én is. Ez egy kóreó zsírégető, ha gondolod. És ettől van ilyen hasa egyébként. Milyen hasa? Ne legyél szégyellős. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Maradjál már! Suna cigány gyerek. Azt, hogy toldi... Bokernit azt nem beszélek. Dobd ki az ablakon. Hány éves vagy, Balázs? 28 vagy. 27 vagyok, akkor egy év azt így fogok kinézni, csak azokat beszedem, nem? Ebből hallod két szemper nap, aztán... Ezeket nekem úgyis el kell magyaráznotok, mert én még ilyeneket sosem szedtem. De látom, be vagyunk kötve a NAV, a NAV-nál, online pénztárgi. Egy olyan érmet majd hagyj vegyek már el. Az van egyébként, tudsz meg a szomszédban. Szomszédban? Itt az érmes, 15%-ot kaptak tőle. Várja, megnézem. Mi kesztyűd is van? Pont ma verték szét a fejemet, hogyha ebbe teszünk valami vasat, vagy ilyeneket, hogy vissza tudjon azoknak a szemétládáknak adni, az jó lenne. Az kéne, vagy beviszlek magammal titeket. Kreatin, aminósav, fehérje. Ki érti ezeket? Jó van, urak, ezt kikapcsolom. Á, Balázs. Mint a tükörben néznék, tesó. Na, hazaértem, elmagyarázták, hogy mit, mivel, hogy kell megenni, meg reggeli előtt, után, edzés közben, ez bonyolult, majd azokat mondom, amikor ott tartunk, illetve nektek is intéztem kedvezményt. Petivel azt beszéltem meg, hogy most forgattunk ott még egy ilyen rövid, egyperces videót, azt majd ki fogom rakni Facebookra, elnézést, ezt csak felhúzom, és az azt mondja, hogy aki megosztja azt a videót, illetve bemondja azt, hogy a bátya küldött, akkor bármit vásárol a Peti boltjában, 12% kedvezményt fog kapni a végösszegből. Szerintem ez nagyon korrekt, de ez csak 12 hétig tart, amíg én is nyomom ezt a diétát, úgyhogy nem csak nekem lesz jó, hanem nektek is. Illetve így a végére, mert holnap után nekem pihenőnapom van, ezen a héten, hétfőn, kedden gyúrtunk, utána voltunk boxolni, tegnap pihenőnap volt, ma meg megint box. Úgyhogy szerintem nagyon jól teljesítettünk ezen a héten, hát így kell csinálni. Illetve direkt most a boxolós videóban én beleraktam azt is, hogy nem csak én támadok, mert hát meg lehetett volna ezt úgy is vágni. Ezt, hogy csinálom nektek ezt a vlogot, én mindenféleképpen hitelesen akarom ezt csinálni. Az ember lássa a jó meg a rossz oldalt, azt, ahogy szenvedek, azt, ami jó vagy tetszik, például azt, hogy mondom, hiába kaptam, én most nagyon boldog vagyok, meg sokkal jobban érzem magam. Meg én ezzel azt szeretném megmutatni, hogy az embernek legyen bátorsága lemenni, mert tényleg a sportnál jobb dolog nincs. Rengeteg duci, kövér ember van, mint én, és sokan nem mernek lemenni. Pedig nagyon jó ott az edzésen, eldilizünk, elnevetgélünk, hajtjuk egymást, tényleg olyan, mint hogy egy család lenne. Szerintem egyszer mindenkinek ki kéne próbálnia, nem csak a boxot, bármilyen küzdősportot, vagy sima sportot, mert sokkal jobban érzi magát. Ezt mondom így, hogy 5. napja nyomom intenzíven. Vasárnap egyébként méreckedés, már nagyon kíváncsi vagyok, már azóta tartom a diétát. Úgyhogy vasárnap mindenféleképpen jövök. Holnap szerintem fodrász lesz, de majd onnan is jelentkezek. Úgyhogy el leszünk. Ha tetszik a videó, akkor iratkozzatok fel, osszátok meg, legyünk jó sokan. Tanácsot, kritikát mindig elfogadok. Úgyhogy emberek, hitelesen, kitartást, csókolok titeket, sziasztok!